Szevasz, üdvözlök mindenkire ezzel a szép napon, reggelen, délutánon, hiszed vagy nem, de most fejeztem be a tegnapi videót, és most kezdtem el a mait. Mármint, ugye mondtam a tegnapi videónak a végén, hogy most fogom filmezni ezután a holnapi videót, amit most láttok ezt a mait, ezt a szombatit, és na ugye, legyen egy kicsit zavaros, megint beszélek össze-vissza, de a tegnapi videóban ugye mondtam nektek, hogy mostantól az iPhone 10-essel, ezzel az XS-sel valószínű, hogy csak hétköznaponként fogok videót készíteni, vagy lehet, hogy hétvégén is itt-ott, végülis olyan videókat, ami ilyen rövidebb, ilyen pár perces, hogyha valami gyorsan meg szeretnék veletek osztani, vagy látok valami érdekes, vagy a kérdésem van hozzátok, tehát ezt az iPhone-on valószínű, hogy ilyenféle fajta videókat fogok csinálni, ugyanis kérdeztem tőletek, hogy mit szóltok hozzá a minőséghez, és nagyon sokan írtátok, hogy rettentő jó a minősége az iPhone 10-esnek, de használjam inkább a kamerát, valaki azt is mondta, hogy használjam inkább a 10-eset, mert a kamerának nem olyan jó a minősége, tehát így megoszlott a vélemény, de úgy döntöttem, hogy a hosszabb, normálisabb vlogos videókat valószínűleg a GoPro-val, meg ezzel a Sony kamerával készítem, és egyszer-kétszer a 10-essel, ugye attól függ, hogy hol vagyok, és éppen, hogyha azon sebemben, akkor ugye azt veszem elő. Na minden, a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint le fogjuk nem azt, hogy tesztelni, meg fogom nektek mutatni, hogy hogy néz ki az iPhone 10-es telefonja, és többen kértétek tőlem, hogy mutassam meg, hogy néz ki, hogy működik nagyjából hasonló dolgokat, ugye milyen a menüje, meg van hozzátok egy kérdésem, ugyanis sorsolni fogunk, nem a mai videóban, hanem valószínűleg a következő utáni, vagy jövő héten valószínűleg akkor fogunk sorsolni. Hol van? Itt van. Ezt nem más fogunk kisorsolni, mint a régi iPhone 6-os telefonomat, ami ugye össze van törve, nem működik rendesen. Többször elmondtam a hibáit mindenféle fajta videóban, ugye a régebbiekben, de mindig azt mondtátok, hogy nem baj, sorsoljam ki, ugyanis ti még tudjátok használni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy kisorsolom. Nem fogom adni a Lucasnek, ugyanis nem működik rendesen. A Lucasnek van ugye telefonja, és azért gondoltam, hogy vagy szemét, vagy elpróbálom ugye adni nagyon olcsó pénzért valakinek, de mivel többen kértétek, hogy inkább sorsoljam ki, adjam oda nektek valakinek, ugye a nézőimnek, ezért úgy döntöttem, hogy valakinek odaadom. A kérdésem hozzátok a következő. Hogyan sorsoljam ki? Tehát nem úgy szeretném kisorsolni ezt a telefont, hogy csak kommentáljátok ugye a videó alá akármit, és szeressétek, feliratkozzatok, ugye ugye az a minimum, hogy fel kell, hogy legyél iratkozva a csatornára, és egy szeretést nyomni mindegyik videóra, amit ugye szerettek, de valahogy másképp szeretném kisorsolni, tehát olyan embernek szeretném odaadni, aki ugye értékeli majd a jövőben, és az a kérdésem hozzátok, hogy hogyan sorsoljuk ki, vagy hogyan legyen ez a játék. Valaki írta, hogy legyen olyan, hogy küldtök nekem ugye videót, és elmondjátok, hogy miért szeretnétek. Több embernek ugye tetszett ez az ötlet, de az a baj, hogy nem mindenki tud videót készíteni és küldeni nekem. Tehát lehet, hogy ez problémás lenne, nem tudom. Tehát valami ötletet, hogy hogyan legyen, vagy kit válasszak ki, egyszerűen nem tudom. Ugye én bárkinek odaadnám, de mindenkinek ugye nem tudom odaadni, és nem tudok választani. Tehát nagyon sok e-mailt kaptam, hogy nekem adod oda, mert én nekem nagyon kell. Nem tudom. Tehát valami játékot szeretnék kitalálni, és szerintem legyen sorsolásig, azt nem tudom, hogy hogyan. Tehát ide a videó alá írjátok meg, hogy valakinek valami ötlete, hogyan? Nem az, hogy kisorsoljuk vagy nem, ugyanis a múltkor is kérdeztem a Facebookon, és többen írták, hogy igen, sorsoljuk ki, de az volt a kérdés, hogy hogyan? Ki fogjuk sorsolni, csak hogy hogyan? Úgyhogy, most mutatom. Nem, ez a 6-os, várjál. Mutatom ezt a 10-eset, és megmutatom, hogy működik, megmutatom, hogy mennyibe került. Nem mutatom meg, elmondom, mennyibe került, és azt is sokkal kérdeztetek, hogy mennyi volt ez a telefon, ugyanis nálatok rettentő drága. Tehát, várjál, megfordítjuk. A kezemet nagyon ne nézzétek, mert még mindig koszos, meg festékes, ugyanis nemrég értem hozzá a munkából. Tehát ez az iPhone 10-es, XS, ami ugye így néz ki, jelenleg 10 óra 26 van, péntek, március 16-a, és én ezt a fehér színűt vásároltam meg, ez ilyen fehéres, nem? Ilyen ezüst a széle neki. Én nagyon meg vagyok fel elégedve, legalábbis ennek van egy pár hibája, na, mégis nem is hibája, csak amihez hozzá kell szokni. Ugye nincsen itt gomb, tehát ez úgy működik, ugye, hogy felhúzod, és hogyha felismeri az arcodat, akkor belép. Most azért nem látja, mert a kamera ugye előtte van. Már ide letesszük. Ugye az arcomat felismeri. Többször próbáltam, felismeri, hogyha van rajtam sapka, felismeri sötétben is, olyan is volt, hogy majdnem, hogy korom sötét volt, odaraktam a telefon magam elé, felismert, feloldotta magát. Tehát 10-ből én azt mondom, hogy 9-szer felismeri, hogy én vagyok az. Az egy alkalom az azért nem ismeri fel, mert a sapka bele van húzva nagyon a fejemben mondjuk munkába, vagy hasonló dolog, vagy maszk van rajtam ugye a munkába, akkor nem ismeri fel, mert csak a szememet látja. De szerintem az jól működik. Na várjál, hogy most feloldjuk. Próbálom.
látod, egy kicsit megnyomod, feljön, felhúzzuk, én így belenézek. Na, belenéztem, feloldolod. Végülis ugyanúgy néz ki, várjál, leülök, ugyanúgy néz ki, mint a legújabb ugye a rendszer az iPhone-on. Lehet húzogatni mindenfelé, ezek az applikációk vannak nekem rajta. Ami először ugye hiányzott, a gomb, hogy nincsen. De ha felhúzod, mi valahova bemegyünk, hova menjünk be? Belemegyünk mondjuk ide. Látod a videóimhoz a YouTube-on, tehát hogy ebből ki szeretnék lépni, semmi más nem csinálsz, mint felhúzod és elmegy. Hogyha ki szeretnék belőle lépni, ugye akinek van iPhone-ja, az tudja, hogy hogy működik. Hogyha megnyomod, például, mit nyomjunk meg, várjál. Na, ezt akartam megmutatni, hogyha futnak ugye az applikációk, ugye mindenféle fajta applikáció, és ki szeretnél belőle lépni, régi úgy volt, hogy ugye ezeket beosztod ezeket az applikációkat, itt látod, hogy ott a kamera, hogy miket nézegettem, most ezt nem mutatom meg, de Mustangokat nézegettem. Régen ki szerettél volna belőle lépni, hogy csak így fups, fellökted, és ugye eltűnt. Most itt van egy ilyen kis gomb, rá kell rakni az ujjadat, ez a gomb itt megjelenik, és szépen egyenként ki kell lépegetni mindenből. Tehát ez egy kicsit számomra idegesítő volt, vagy furcsa, de hozzá lehet szokni. Aztán a másik apróság nem mutatja, hogy az akkumulátor ugye hány százalékon van. Hogyha meg szeretnéd nézni az akkumulátort, látod itt az akkumulátor a sarokba, nem mutatja a százalékot, ami nekem hiányzik, ugyanis a régi telefonomban mindig benn volt. Le kell ide húznod, és ott van fönt. Látod, így mutatja, hogy hány százalékon van jelenleg az akkumulátor. Mindegy, most nem fogom ugye az összes részét megmutatni, de ez a kettő, az akkumulátor volt nekem nagyon furcsa, a gomb, nem három. A gomb, az akkumulátor, meg hogy kell bele lépni, ez a három, ami egy kicsit olyan furcsa volt hozzászokni, ami ezt lehet, jól működik, nekem tetszik. Amit még vásároltam hozzá, várja az ára. Ez egy 64 gigás, van ugye a 256-os, meg a 64-es, ugye? És ez 1570 dollárba kerül, ami átszámítva magyar pénzbe, hogyha jól tudom, hogy a 350 ezer forint. Egy kicsit több, mint 300 ezer forint. Tehát ez nem előfizetésre vettem meg, ugyanis nem szeretek aláírni semmiféle fajta előfizetést, ugye régóta nézed a videókat, azt tudod, hogy én nem szeretek semmit aláírni, ilyen kölcsön, semmiféle dolgot. Hogyha tudom, akkor bemegyek, megveszem, hogyha nem tudom, akkor inkább nem veszem meg, de ezt megvettem, nem írtam alá semmiféle fajta dolgot. Amit még vásároltam hozzá, mutatom neked, egy wireless töltőt, tehát ne kelljen dugosgatni a hova. Az áramba, ugye a régi telefonomnak, a 6-osnak az volt a baja, hogy próbáltam egy idő után bedugni, és nem akart tölteni, mert bepárásodott, bevizesedett, és nem volt jó. Tehát úgy döntöttem, hogy ehhez a telefonhoz veszek egy ilyen wireless töltőt, ami úgy működik, mutatom neked. Itt a töltő, látod? Ez a töltő, ami be van ide dugva az áramba, és nem más csinálsz, mint fogod a telefonodat, ide szépen ráteszed a tetejére, és abban a pillanatban tölt. Tehát nem kell várni, nem kell semmit csinálni, leveszed, és tessék, nem tölt. Úgyhogy ez rettentően tetszik nekem. Ez nem többe került ez a töltő, mint 100 dollárba, még mielőtt valaki kérdezi. Aztán ezen kívül vettem hozzá egy tokot is, ugye munkába, meg hogyha videózok fele, könnyebb fogni, meg elmegyek ugye vele egy jetskizni, vagy akárhova, akkor nem ütődik. Egy ilyen, látod, egy ilyenféle fajta tokot, ami nem tudom mennyi volt, 70 dollár, vagy 80, nem tudom, valami ilyesmi. Tehát volt több fajta, én ezt az átlátszót választottam, hogy szépen lehessen látni, hogy milyen szép színe van hátul. Nem a feketét választottam, ugyanis az előző telefonja fekete volt, gondoltam ezt a fehéret. Nekem tetszik. Tudom, hogy választottam volna a Samsungot, vagy akármilyet, mert azt mondtad, hogy jobb a kamerája, miért nem azt választottad? Azért nem Samsungot választottam, meg azért nem Android telefont, mert én nem tudom megszokni, rettentő régóta, hogy ezt az iPhone-t használom, ezt az iPhone-t rendszert, mióta kijött a legelsőtől fogva, én hozzászoktam, működik rendesen, az iCloud is működik, a fényképeket ugye feltölti, tudom, hogy van a Samsungra és az Androidra is hasonló, de nekem ez sokkal egyszerűbb, tehát ezért maradtam én az iPhone-nál. Próbálkoztam előtte BlackBerry-vel, próbálkoztam iPhone-nal, Android telefonnal is, és körülbelül két hétig bírtam, két hét után el kellett adnom, mert egyszerűen nem tudtam kezelni, nem tudtam, hova kell nyomni, mit kell nyomni. Én boldog vagyok az iPhone-ommal, lehet, hogy drágább, biztos fogjátok mondani, hogy miért költöttél ennyi pénzt ki rá, ebből kaphattál volna már, nem tudom, 4 darab Trabantot is akár, vagy akármit, na minden. Azért, mert nekem ez tetszett. Na, úgyhogy most nem más csinálunk, mint fogjuk ezt a telefont. Én felrakom töltőre, ugyanis ezt a telefont, mikor kisorsoljuk, előre mondom,
Nem jön töltővel. Azért nem jön töltővel, mert az ausztrál töltőt nem tudjátok használni Magyarországon. Tehát neked annyit kell csinálni, hogy veszel hozzá egy töltőt, vagy használod a barátodét, vagy anyukádét, vagy akárkiét, és tölteni tudod, hogyha szerencséd van, hogyha nem párás az idő, és itt kell mozgatni, meg a zsinort, meg mindent, na minden, na hozzászoktok. Vagy pedig kirakjátok a falra ilyen disznek, vagy nem tudom, vámot, vagy áfát, vagy mit kell fizetni, mert többen mondtátok, hogy kell majd ráfizetni vámot, meg ilyen adót, meg olyan adót, meg semmit nem kell ráfizetni, és én ezt berakom egy csomagba, egy dobozba, elküldöm, és ez ajándék. Tehát akkor kell ráfizetni vámot, hogyha ezt vásároltad, ezt nem vásároltad, én ezt én küldöm te neked. Azt is mondtátok többen, hogy nehogy elküldjed, mert sok lesz ugye a postaköltség. Nem tudom, mennyi lesz a postaköltség. De én elküldöm, akkor is elküldöm, ugye. Lukasznek ugye van telefonja, és amúgy még mielőtt kérdeztétek, a Lukasznek ez az 5-öse van. A feleségemé volt, az az 5S, 5SE, vagy hogy mondják. Az az iPhone-on. A Davisnek, őnek is van képzeld el telefonja, bár ő nem használja, meg is mutatom, hogy milyen telefon. Őneki nem iPhone-ja van, még mielőtt kérdezitek, hanem mutatom. Hoppá, neked csak be van dugva a töltőbe, mindjárt kihúzzuk. A Davisnek egy ilyen telefonja van. Ez egy ilyen Optusos telefon, ami egy ilyen telefonszolgáltató mi nálunk, és Android rendszerben egy rajta. Még mielőtt kérdezitek, hogy te, miért adtál a gyereknek ilyen drága telefont? Ez nem drága telefon volt, képzeld el. Nem is tudom, mennyibe került, ilyen 40 dollárba, körülbelül ilyen 40-valahány dollárba, ugyanis ez a telefon jött egy ilyen kártyával, amit lemásárolhatsz, és a végén a telefonnak az ára, komolyan mondom, 40 dollár lett, vagy lehet még annyi se. Tehát rettentő olcsó. Ezt a telefont nem őneki vásároltam, ezt a telefont, amit magamnak vásároltam. Gondolkoztam rajta, hogy kipróbálom az Androidot, ahogy az előbb mondtam, hogy én nem tudok hozzászokni. Meg ki szerettem próbálni a szolgáltatót is, hogy működik, ugye hol van térereje, milyen gyors az internetje, mert gondolkodtam rajta, hogy váltok majd szolgáltatót a jövőbe, de úgy döntöttem, hogy nem váltok, azért megvásároltam ezt a telefon magamnak, használtam egy hétig, ezt láttátok a múltkori videóban, amikor kérdeztétek, hogy Davisnél van a telefon, az új iPhone, mert vásároltam, meg nem vásároltam, ez a telefon volt nálam volt a régi BlackBerry, mert azzal is teszteltem a hálózatot, két telefonnal mentem mindenhova, és egy hétig teszteltem, akárhova mentem, teszteltem a hálózatot, hogy hogy működik, hogy nem működik, és végül úgy döntöttem, hogy maradok a saját szolgáltatomnál, mert ez a másik működik, de nem olyan jó, mint a Telstra, akivel én vagyok a Telstrát, én szeretem, egy lehet, hogy egy kicsit többbe kerül, még mielőtt valaki kérdezi, vagy itt lakik, ugye Ausztráliában is tudja. Én meg vagyok fel elégedve, inkább fizetek egy kicsit többet, de szeretem, hogyha a telefonom mindenhol működik, főleg az internet rajta. Tehát ezt a Davis használja, ezért őnek is kell ez a törött ugye telefon. Ezért gondoltam, hogy kisorsom. Azt mondták, hogy ti tudjátok még ugye használni, meg fogjátok tudni csinálni az előlapot, vagy a hátlapot. Én remélem, hogy sikerülni fog, hogyha mégse, akkor ugye ne vegyetek részt a játékban, nem fogok megharagudni, de így működik, tehát még mielőtt elküldöm akárkinek is majd, csak szólok, hogy nehogy utálnom, hogy nem működik a telefon, miért küldtél nekem ilyen rosszat? A telefon az nem működik rendesen, hogy egyszer indul, működik, de a töltéssel gond van, össze van törve, meg egy pár ilyen hasonló dolog, le van formázva hogy a telefon, tehát úgy fogom odaadni, hogy le van formázva az egész, minden adat le van róla törölve, nem lehet visszaállítani, azt is mondtátok, hogy de mi vagy vissza fogjátok állítani, nem tudjátok visszaállítani, utána néztem több helyen is, az Apple-nél is, képtelenség visszaállítani, úgyhogy semmit nem tudnak ugye ellopni én tőlem adatot, meg hasonlókat. Na minden, mivel én most befejezem, ugyanis nem szeretnék túl hosszú videót készíteni, holnap folytatjuk tovább. Ide a videó alá írjátok meg, hogy hogy legyen ez a sorsolás, és amint kitaláltuk, játszani fogunk, és sorsolni fogunk utána, tehát egy vagy két héten belül ki fogjuk sorsolni ezt a telefont most már. Mit mondasz, Nyuszmus? Xboxolni akarsz? Most nem Xboxolunk. Nem. Csak délután játszhatunk az Xbox-al, tudod? Ebéd után. Nyuszmusz. Most mit csinálsz? Miért bújszod a mögém? Megvakarod a hátamat? Mi a nyakláncom? Aj, te! Na, úgyhogy sorsolni fogunk iPhone-t egy vagy két héten belül most már biztosan. Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Mondd, szia! Szia, szia! No? Sziasztok!